Negyvenedik fejezet Szeléna ingerülten felnyögött, amikor valami hideg és nedves nyomódott az arcának. Nyalni kezdték a képét. Kinyitotta az egyik szemét. Egy jó kedvű kölyök kutya bámult az arcába. A kis jószág lelkesen csóválta a farkát. Az orgyilkos nagy nehezen felült az ágyban. Nyöszörögni kezdett a szemébe tűzött a nap. Nem is akart aludni. Alig két nap múlva újabb próba vár rá, ezért nem mondhat le az edzésről. A végső pár viadal előtt ez lesz az utolsó vizsga. Most dől el, hogy ki lesz az a négy harcos, aki részt vehet a döntő megmérettetésen. Megdörzsölte a szemét, majd megvakargatta a kutya fületövét. Oda pisiltél valahova, és most emiatt akarsz elnézést kérni? Dehogy is! Kiáltotta egy hang, és kitárult a hálószoba ajtaja. Dorian volt az. Levittem magammal hajnalban, amikor a többi kutyával jártam egyet. Szelén a halványon elmosolyodott, ahogy figyelte a közeledő fiatalembert. Nem túl korai időpont az egyenlátogatásra? Korai? Nevetett a herceg, és leült az ágy szélére. A lány megpróbált távol a Mindjárt délután egy óra van. Filippa mondta, hogy egész délelőtt úgy aludtál, mintha kit vertek. Egy óra van. Ilyen sokáig aludt. Na és mi van kollal? Hiszen edzeniük kellett volna. Megvakarta az órát, és ölbevette vette a kiskutyát. Szerencsére nem történt semmi szörnyűség az éjjel. Ha újra lecsapott volna a titokzatos gyilkos, arról már biztosan hallott volna. Kevés hiányzott hozzá, hogy megkönnyebbülten felsóhajtson, Enyhe szomorúság szúrt a szívébe, amikor bűntudatosan arra gondolt, mit is tett. Hogy a csodába lehetett ilyen bizalmatlan nehémiával szemben. Adtál már neki nevet? kérdezte teljesen hétköznapi, nyugodt és visszafogott hangon a herceg. Vajon most alakoskodik, vagy tényleg nem jelent számára semmit az a csók? Még nem, felelte a lány. Hűvös képet vágott, bár legszívesebben üvöltött volna az ostoba helyzet miatt. Egyetlen hozzáillő név sem jutott az eszembe. Mit szólnál ahhoz, töprengett a fiatalember és megvakargatta az állát, ha arany-oskának neveznénk? Ennél hülyébb nevet még soha nem hallottam. Mert te talán jobbat tudsz? Az orgyilkos felemelte a kutyus egyik lábát, alaposan szemügyre vette a puha mancsokat, a hüvelykújával megnyomkodta a párnás talpat. Fürge Ez a név tökéletesen illett a kisállathoz. Úgy érezte, mintha mindig is így hívták volna. Ilyen lehetett, amikor egy látnok rábukkan az ősi összefüggésekre. Igen, Fürge a neve. Mégis mit jelentsen ez a név? tudakolta az ifjú, miközben a kutya felemelte a fejét és hangoskodóra sandított. Olyan kutyát jelölünk vele, aki futás közben könnyedén maga mögött hagyja az összes faj tiszta kopódat. Szelina ismét felkapta a kis kutyát, kezdte a fejét. A kölyök jókedvűen izgett, mozgott, tágra nyílt szemmel bámult a gazdája arcát, és közben a homlokát ráncolta. Milyen aranyos, puha, ölelgetni való jószág. Dorian nevetni kezdett. Majd meglátjuk. Szelina letette a kutyát az ágyra, Fürge azonnal bemászott a takaró alá és eltűnt. Jól aludtál? kérdezte az ifjú. Igen, ellentétben veled, te elég korán felkelhettél. Figyelj csak! folytatta a herceg, és Szeléna úgy érezte, hogy jobban jár, ha rögvest kiveti magát az erkélyen. Az elmúlt éjszaka sajnálom, ha túl voltam veled. Csodálkozva elhallgatott. Szeléna, te most miért vigyorogsz? Vigyorgott volna. Ézé, bocsánat. Szóval akkor mégiscsak felzaklattalak. Márhogy mivel? A csókkal, az orgyilkos marósavat érzett a torkában, köhögni kezdett. Ó, oh, nem tesz semmit, jelentette ki nagy nehezen, miközben az öklével a melkasát verte és a torkát köszörülte. Tényleg semmi baj. Nem haragszom érte, ha esetleg ez zavar. Abban a pillanatban megvánta a szavait, ahogy kimondta őket. Ezek szerint jól esett? tudakolta a szemtelen mosolyjal az ifjú. Nem, ó, menjél már innen! Visszazuhant a párnáira, a fejére húzta a takarót, mindjárt meghal a szégyentől. Fürge megnyalta a gazdája arcát, amikor az mellé bújt a sötét rejtek helyre. Ugyan már, méltatlankodott a herceg. Az alapján, ahogyan viselkedsz, azt hinné az ember, hogy még sohasem csókolóztál. Szelina kirobbant a takaró alól. Fürge kénytelen volt még mélyebb menedéket keresni. Igenis, hogy csókolóztam, harsogta, miközben megpróbálta nem felidézni magában szemet és a közös dolgaikat. Csak nem ilyen pöffeszkedő, beképzelt, öntelt hercegecskével. Dorian lenézett a melkasára. Pöffeszkedő? Jaj, hallgas már! Fölmet rá a lány, majd hozzávágott egy párnát. Átmászott az ágy túloldalára, felkelt és kisétált az erkére. Nagyon is jól tudta, hogy az ifjú szemmel tartja. A hátát bámulta meg a három mély sebb helyet, amit nem takart el a mélyen kivágott hálóink. Ideben akarsz maradni, miközben átöltözöm? Megfordult. Dorian egészen más arccal nézett rá, mint ahogy az előző éjszakán tette. Valami miatt feszült volt a tekintete, és kimondhatatlanul szomorú. Szeléna ereiben lüktetni kezdett a vér. Na mi van? Iszonyatosak a sepphelyeit. Felelte az ifjú, szintes uttogott. Az orgyilkos csípőre tette a kezét, és elindult az öltöző ajtaja felé. Mindenkinek megvannak a magas helyei, Dorian. Csupán arról van szó, hogy az én forradásaim jobban látszanak, mint másoké. Maradj, ha ahhoz van kedved, de én megyek öltözködni. Kisietett a szobából. Keltén Perington herceg mellett sétált a palota üvegházának végtelen asztalsorai között. A lenyűgöző méretű üvegcsarnokban árnyékok táncoltak a fényben legyezni kezdte magát, ahogy a párás hőség az arcára zúdult. A vén bolond a legelképesztőbb helyeken akart sétálgatni. A kisasszonyt a növények és a különféle gazok semmivel sem érdekelték jobban, mint az országút közepén égtelenkedő sáros tócsa. A nagyúr letépett egy hófehér liliomot, és az apró meghajlással átadta neki. Ez az öné, a fiatal nő próbálta nem mutatni, mennyire taszítja a férfi himlőhegyes, vörös bőre és narancsárga bajusza. Beleborzongott a gondolatba, hogy ez az alak lesz a férje. Kis hien fogta el, majdnem elkezdte kitépni a növényeket, hogy mindegy szálig kihaigálja őket a hóba. – Köszönöm! – válaszolta érzéki hangon. Pennington alaposan szemügyre vette kísérőjét. Úgy tűnik, ma nincs túl jó kedve, keltén úrnő. Tényleg? csodálkozott álszentem, félrehajtott fejjel a kisasszony, megpróbált kacér arci fejezést tölteni. Talán mert a mai nap elhalványul a tegnap esti csodálatos bál élménye mellett. A hetek sötét szemének tekintete valósággal keresztül döfte. A férfi elkomorodott, miközben megfogta a könyökét és tovább vezette az ösvényen. Előttem nem kell színészkednie. Észrevettem, hogy szemmel tartja a korona herceget. Keltén semmit sem akart beismerni. Összevonta gondosan formára borotvált szemöldökét, és tupán a szeme sarkából pillantott a főnemesre. Tényleg? Perington vaskos ujja végig siklott egy páfrány levelén, ujján fekete gyűrű, mintha megremeget volna. Rögvest elős fájdalom hasított a fiatal nő fejébe. Én is felfigyeltem rá, és főleg arra a lányra. Kifejezetten kellemetlen, igaz? Lilien úrnő? kérdezte Keltén pislogva. Lehet, hogy nyert ügye van, lehet, hogy megkönnyebbültem fel, lélegezhet. A vén fafej nem vette észre, hogy védence az ifjú hercegre vágyott. Csupán azt tűnt fel neki, hogy a fiatal nő is felfigyelt rá, Lélien és Dorian, mintha egymáshoz lett volna ragasztva, egész éjjel együtt táncolt. Ezen a néven kell szólítani, suttogta Perington. Valójában nem is így hívják? Törtelő keltimből a kíváncsiság. A herceg szembefordult védencével, a szeme ugyanolyan fekete volt, mint a gyűrűje. Ugye nem gondolod, hogy az alány tiszta vérű úri hölgy? Keltén szíve szinte megállt. Miért nem az? Pennington szélesen elmosolyodott, és végre valahára mindent elmesélt. Amikor a herceg befejezte, keltén csak némán tátogott. Orgyilkos! Lilien Gordiana valójában szelén a szárdot ilyen, a világ leghírhettebb orgyilkosa. Ez a bestia csavarta el fejét, ha a keltén magának akarja a herceg szívét, akkor sokkal, de sokkal okosabban kellene viselkednie, mint a vetétársának. Lehet, hogy az nem is lesz elég, ha leleplezi Lilian valódi személy azonosságát. Vagy talán mégis. De nem, nem kockáztathat. Az üvegházban olyan néma csend támadt, mintha a növények sem mertek volna levegőt venni. De hát hogyan engedhetik meg ezt a szörnyűséget? Hogyan hagyhatják, hogy a herceg ilyen nagy veszélybe sodorja magát? Perington arca egy pillanatra, mintha eltorzult volna. Csúnya képén fájdalom suhant át. Az egész jelenség csupán egy pillanatig tartott, a nemes hölgy alig figyelt fel rá. Főleg, mert a fejében feldübörgött a fájdalom. Szüksége volt a pipájára. Most azonnal meg kell nyugodnia, még mielőtt rátörne a düroham. Nem engedhetjük meg, válaszolta Perington. De hogyan állíthatnánk meg? Szóljunk a királynak? A nagyúr megrázta a fejét, töprengve markolt a hosszú egyenes kardja markolatát. A nő tekintete egy rózsabokron állapodott meg. Hosszú körmével végig simította az egyik tövist lágy ívét. Az a némber meg fog küzdeni az utolsó bajnokkal, jelentette ki lassan a főnemes. A végső párba jelölt, innia kell az istennő és az istenségek tiszteletére. Keltén szokás szerint túlságosan szűk fűzőt viselt, amikor a herceg folytatta a nőnek, nem csupán a fűző miatt el a lélegzete, kezét elhúzta a tövistől. Azt terveztem, hogy te fogod átnyújtani a bajnokok italát. Te képviseled az istennőt. Talán bele tudsz önteni valamit a lány poharába saját kezüleg öljen meg. Az egy dolog, hogy felbérel valakit a vetétása eltakarítására, de hogy saját maga végezzen vele. A herceg mindkét kezét az égre emelte. Nem, nem. A király beleegyezett, hogy meglehetősen drámai eszközöket is használjunk. El kell érnünk, hogy Dorian azt higgye, baleset történt. Ha betudnánk neki, beadnánk neki egy nagyadag vérlátó füvet, Persze nem halálos mennyiséget. Éppen csak annyit, hogy összezavarodjon. Akkor Káin megkapja azt a kis előnyt, amire szüksége van. Káin nem tudná magától is megölni? A párbajok során mindig történnek balesetek. Olyan éles fájdalom nyilalt a fejébe, hogy, kimba, hogy a kimba az egész teste beleremegett. Lehet, hogy mégis egyszerűbb lesz megmérgezni. Káén úgy véli képes lesz rá. Jó, maga azonban kerülni akarom a kockázatot, magyarázta Perington, és megragadta a nő kezét. A gyűrűje jéghideg volt, ahogy Keltin bűréhez ért. A nőnek minden önuralmára szüksége volt, hogy ne tépje ki a férfi kezét a szorításából. Hát nem akar segíteni, Doriannek, hogy megszabadítjuk attól a szukától? Akkor az enyém lesz, pontosan úgy, ahogy lennie kell de hogy gyilkoljon érte, az enyém lesz. Akkor majd visszaterelhetjük a téveigő herceget a helyes ösvényre. Ugye egyetért velem? Kérdezte Perington olyan széles mosolyjal, hogy a nő ösztönei valósággal üvölteni kezdtek. Arra próbálták meg rábírni, hogy kezdjen futni, és soha többé ne forduljon hátra. Lelki szemei előtt azonban a korona és a trón lebegett, meg a herceg, aki majd ott ül az oldalán. Mondja el, hogy mit kell tennem, jelentette ki végül.